Hamarosan 20. születésnapját ünnepli az a különleges támogatás rendszer, amelynek keretében idén 17 tehetséges fiatalt segít a 12. kerületi önkormányzat. A Bursa Hungarica elindításában Pokorni Zoltánnak meghatározó szerepe volt, és a hegyvidék polgármestere büszke arra, hogy a kerületben az elmúlt években több száz tehetséges fiatal életét, tanulmányait tudták támogatni. A települési önkormányzatok és a kormány, most az EMI adja a támogatást. Az arányok egy kicsit változtak, a minisztérium 5000 forintot, a mi önkormányzatunk 10000 forintot ad. Pályázni kell rá, szociális rászorultság alapján kapják meg a diákok, bizonyos tanulmányi eredmény kell hozzá, és örülök neki, hogy a hegyvidéki önkormányzat azok között van, önkormányzatok között van, akik elsőként csatlakoztak, és mind a mai napig kitartanak. Noha nyilván nem itt él a legtöbb rászoruló család, de itt is vannak olyan fiatalok, egyetemisták, akiknek fontos ez a havi apanázs, ez a havi kiegészítő ösztöndíj. A pénz fontos, de jelentősen növeli az esélyeket, ha emellé szellemi, szakmai támogatás és kapcsolati tőke is társul. Ezért örült az önkormányzat a Nemzetközi Szoroptimist Klub felajánlásának. A világ 130 országában mintegy 75 000 tagot számláló női segítőklub a Bursa Hungarica pályázaton is nyertes fiatalokat szeretné támogatni. Lehet, hogy valakinek egy külföldi ösztöndíj, egy külföldi utazás lesz segítség az előrelépéshez. Lehet, hogy valakinek azzal tudunk segíteni, hogy összekötjük egy szakma képviselőjével, és így betekintést tud nyerni a gyakorlatban, hogy néz ki majd az a pálya, amit ő választani fog, választani szeretne. Azt szeretnénk igazából, hogy ez a fajta hagyomány, ami megjelenik a klubunkban, és ami jellemző gyakorlatilag erre az egész kerületre, és ez a gyümölcsös együttműködés, ami született közöttünk, ez igazából megvalósuljon ebben a mentor programban. Hosszú ideje dolgozunk együtt, de ebben az évben kezdtünk el itt a kerületben dolgozni, és egy csomó területen már együtt tudtunk működni. A jövőre 100 éves Szoroptimist Klub budapesti szervezete nemrég egy különleges rajzkiállítást is szervezett a hegyvidéken, és rendszeres találkozásaiknak is a kulturális szalon ad helyet. Ez a felvétel 1927. májusában készült. A korabeli filmhíradó operatőre is megörökítette a Városmajorban, amikor Görgei Artúr honvédtábornok egykori főhadiszállásának helyén emléktáblát helyeztek el. Több mint 90 év elteltével a helyszín ugyanaz, és a szituáció is hasonló. Most új emléktáblát állítottak, mert hogy az eredeti tábla a II. Világháború idején eltűnt. A mai Városmajori Szívklinika helyén állt egykor a remete fogadó, amely Buda 1849-es ostroma során Görgei főhadiszállása volt. 1541 óta először és utoljára sikerült a magyar csapatoknak saját erejükből visszavenni az ország fővárosát az ellenségtől. Ugye tudjuk, hogy 1686-ban segédcsapatként, 1945-ben pedig hát kétoldali ágyútöltelékként volt jelen a magyar katonaság, 1849-ben viszont nem. Magyar zászlók alatt, magyar vezérlettel történt meg a várnak az ostroma, ami egyébként 48-49-nek a legrövidebb városromai közé tartozott, május 4-én kezdődött, és május 21-én ért véget, 17 nap alatt vették be az erődítményt. A Városmajori főhadiszállás kiváló helyszínnek bizonyult az ostrom irányítására, de a várhoz való közelsége miatt könnyen sebezhető volt. Így előbb a Laszlovszky majorba, majd a szintén 12. kerületi óravillába tette át székhelyét a hadvezetőség. Ez ugyanis még jobb rálátást biztosított a várra. Nagyon fontos, hogy ezekre a helyszínekre és Budának az ostromára emlékezzünk, hiszen Buda visszavétele volt a honvédségnek az egyik legnagyobb sikere 1848-49-ben. Egy rövid ideig tartó, a hadműveletekre komoly befolyás gyakorló hadműveletről, ostromról van szó. A most felavatott új emléktáblán olvasható szöveget az eredeti emléktáblán szereplő írás felhasználásával készítették el.